Na? Ám? Mi kell? Semmi. Honnan jöttél? Onnan. S hova még? Sehova. Sehova? Ám? Itt maradsz? Itt. Hol? Fönt. Azt le. Miért ne lehet? Ám? Nem iszol? Ki mondta? Pénzed van? Nincs. Ha van víz, van főd, van tűz, van. Szín lesz. Kell itt olyan? Kell. Nyest van, fa van, drót van. Őr kell. Ne. Mi a neved? Dógyerik. Ez itt meg nucca. Ez a jár. Egyéb ne érdekeljen. Balta kell, de jó balta. Szekerce kell, de jó szekerce. 10 font máléliszt. Hallod? Taiba. Ház. Hol? Az az én dolgom. Majd hónap megkapod. Bolond vagy. Ma. Balta, balta, de nem jó. Szekerce, szekerce, de nem jó. Hogy vigyen el az ördög. Hol a máli? Van zacskód? Van a keserűség. Hát? Agyzsák. Nincs. Nincs. És te meg itt a kocsmát. Hát borzjuk ez vagy falu. Hán? Add azt a ruhát. Na. Ebben él. Még kettőt hozol, jó lesz. Volna leszed. Egyet se, érted? Egyet se. És adsz még 5 font málét. 5-öt. Én inkább sohasa ismertelek volna. Na mit gondolsz? Ezekért a dőlök ezek? Ide hallgass, ördögkocsmárosa. Hozhatok még többet is, de adj most málét, meg egy kötés hagymát, meg 2 font túrót, meg egy üveg olajat. Jön a tél. Így. Látod? Nem szeretem, ha az emberek annyit beszélnek. Mindenki kap egy félpintát. Itt lesznek a medvék. Tavaly is itt volt. Egy biztosan lesz. Tegnap rámentek a nyomára. Nagy, mint egy ököl. Ott ma nem lesz semmi. Miért nem? Mert észkap. Havazáskor úgy igen. De most... Okos vagy, nagyon. Tehát sokat jártál erre. Hol keresnéd a medvét, ha isten? Verőfény meg bükk. Besüt a nap közé. Hát, itt túl ma csak harkály és mók. Azt igen. De medvét... Okos vagy, nagyon. Szerint is tudom, mit tesz a mak meg a verőfény. De elsőnek. Ezt hagyjuk mindig. Jó napot, emberek! Jó napot, úr! Na, megvan a disznó a tegnapi? Visszamentem a nyomát. Egészen az ulmúin követtem. Hasnövése van valahol hátul. Nem állt meg az útra egy percre sem, s az ulmunál már alig vérzett. Jobbról vérzett, vagy balról? Jobbról. Balról. Kicsit jobbról is, és egy kicsit balról is. Jó van. A többit már tudom. Hanem ide hallgass, ha már hallgatsz.
Annyit igazán megtanulhatnál, hogy a haslövés nem vérzik se jobbra, se balra, hanem egyenesen lefele csökökte át. Alatta van a vér, érted? És ha megrabolja az ilyen hatisztóval, csak meggyártja az embert. Téged? Hogy hívj? Tóth Erik. Sose hallottam a neved. Nem vagy ide való? Mostanában jöttem, uram. S hol laksz? Fönn a kis patakon. Na várj, csak akkor valami, mégiscsak hallottam rólad, valami furcsa házat építettél az erdőmbe. Akinek furcsa, legyen furcsa. Kerek vagy, mi fene? Hát kerek, olyan, mint a mékas. Hát aztán, olyan, amilyen, mi bajotok vele? Nincs egyszer se benne, tiszta fából készült az egész. Na majd holnap megnézzük, hanem ha nem tetszik a házad. El kell takarítsad az erdőből. Tegyél neked. Ennyi. Szép gyerek. És feleséged? Nincs. A ház ellen nincs kifogásod. Hanem hallod, de nem biztos, hogy jó helyre építette. Ki választotta azt a helyet? Én! Vagyis egy sárga pillangó. A patak innen sőre tette. Nekem az sehogy se tetszik. Vidd át a túlsó partra. Nem hallottad, amit mondtam? Holnapra vidd át a túlsó partra, mert lebontatom az egészet. Hé, ember, kérd meg a kegyelmes bára urat, adja kölcsön azt a két brivolyát, amiben áthúzhatod. Ne sírj, noha, mennyire szereted azt a csúnya házat. Ne nyújj hozzá, rossz ember vagy. Nagyon rossz. De a kis vadmacska, hogy fölvágták a nyelvét, na ebből is jóféle feleség lesz. Hát még anyó! Ne sírj te, hiszen csak tréfál a báró úr. Nincs nála jobb ember az országban. Ha nem sírsz többet, hozok neked egy mókust. Igazán? Ha nem, azt mondd meg, hol vetted ezt a gyönyörű aranyszínű haját, mi? Nem tudom. Mikor hozod a mókust? Elhozom, ne félj, hanem... Csókot is kell adj érte. Most? Egyet, most egyet, mikor elhozom. Össze itt van fog, kell ennyire való. Na ezt vedd el és csókolj kezet a báró úrnak. Vedd el gyorsan és csókolj kezet. De furcsák vagytok. Mire csókoljam a kezét, ha jó ember? Az csak papoknak szokás. Fogjad. Aztán igyekezz haza, mert megfázol. Aztán jó légy. Aztán a mókust elrepeled. Tóth Erik, ide hallgass! Beállhatsz hozzám plájásznak. Puskát kapsz, és konvenciót, ahogy szokás. Köszönöm, uram! Nem megyek sehova. Megbucsás, uram. Elhiszem, hogy sok erdőd van, és nagy úr. De én még soha életemben nem voltam más ember cserédje, és nem is leszek soha. Na, ne haragudj meg érte, de ez már így van. Nem hallott, te bolond plájásznak, puskás plájásznak hív az éltető nemzetes báró úr! Jó. De bármikor, tehát bármikor meggondolnád magadot, átaljössz a Marason, a helyed megvan. Amit mondtam, megmondtam. Na emberek munkára, a Szilasnak menjenek, én meg majd jövök szembe. Hát elvitte a fáradtság az eszedet? Vagy az éjség? Vagy a hideg? Vagy te nem is volt eszed soha? Sok beszéd, szegénység. Ilyen hivatás egy életben egyszer akad, az is csak minden ezrediknek. Van a szolgabíró, akkor a úr plájász. Alatt nem parancsol senki. Se alispár, se főispár, csak éppen a maga gazdája, az is csak, ha vadász. Annyit szerezhet, amennyit akar. Sehol olyan kocsirudnak való bökkök, nyílek, hársak, juharok nincsen, és könnyen leúszható, mint nem kell annyit vesződni vele. Jó, gyerünk. Ugye,
fuss a tegnap után. Kérd vissza az eszedet, amit elvett tőled! Hát ide hallgassatok! Én nem mondom, hogy az ember arra született, hogy tisztességes legyen. Mert az ember lop. Abból él, hogy lop. Hol az Istentől, hol az embertől. De legtöbbet mégiscsak az Istentől. Mert itt minden az Istené, és nem az embereké. De aki beáll cselédnek, szolgálnak, egy úrhoz, egy gazdához, akitől fizetést kap, konvenció, pénzt, és mindent élni tudjon, és még attól is lop, az akkora gazember, akkora egy bitag talvaj, hogy még az ördög is restel kezet fogni véle. Hán? Mondjak még valamit. Hát neked, leányka, mi kéne? Hol van tehát te? Az apádat keresed. Kicsoda az apád? Onnan fentről. Onnan fentről? Azt mondod. Ki ismeri ezt a leányát? Hogy hívják az apádat te? Tudj, Erik. Az úr szubor. A kerekházból. Emlékszem rá, te miről szállsz le. Tehát te 3 napja elment. Azt mondta, idejön. Máléhiszt kellett, mert már elfogyott volt. Hát, itt volt az igaz. Na, az igaz, de történt valami, tudod, és a csendőrök elvitték. Aztán elvitték. Na, mit tegyünk? Egyedül vagy otthon? Igen. Vett tőle Máléhisztet. Tudod, olajat meg gyertyát is adtam neki. Cákra vetője itt, abban van minden. Ki főzze át te leállt? Én. Ki más? És ki gondoskodik fáról, vízről? Én. Gyere ide, lányka! Mikor ettél utoljára? Tegnap. A rossz sebesség ebbe a világba sendőröst. Gyere, egyél, fogjad, ülj szépen, azt egyél. De ha táti közben hazajön? Attól még nyugodtan ehetsz. Várj csak. Itt maradhatnál. Hogy tehetném? Szeügyelnem kell a házra. S ott vannak a csapdák is, Táti rám bízta őket. Nem félsz egyedül? Mitől féljek? Éjszaka bére teszelem az ajtót, és kész. Szóval a te apád ütte meg a tanyást. Itt? A tanyást, azt meghalt. Én nem voltam ott, de így mondják. 5 évet kapott az öreg. Csendőrök vitték, mondják. Isten fizesse meg. Bár csak lehet. A taisznyád van-e? Nincs. Minek az? Várj csak egy csöppet, ha már minden áron menni akarsz. Ezt még én viseltem valamikor, gyerekkoromban. Nincs itt szükség rá többet. Tettem belé egy kevéske sút, olajat, gyertyát, mézes cukrot. Nekem adod igazán? Neked hát, és ha valamire szükséged van, gyere le bátran. De mit szól hozzá, táte? Majd, ha ő hazatér, elszámolunk vele, ne félj. De nekem sok nyersbőröm. Majd eligazítjuk. De most erígy, mert elsötétedsz. Ácsak! Hogy nézzem meg én is azokat a bőröket. Egy bőrök. Hibátlan valami. Te magad nyúztad őket le? Én. 18-at adok érte. Jó lesz? Itt a 18 forint. Elnevezi is, sok pénz ez. Jó. Maga most oda megy? Hova? Hát tudja maga, a városba. Oda-oda nem így kéne volna. A pénzt szeretném elküldeni. Kinek te? Hát Tátéram, akit bezártak az urak. Hát, ha használt venné. Ha megbízol benne? És te elviszed oda? Tehát te örvendeni fog. Majd én elrendezem rá. És... Írd is vagyok. Köszönöm! Megyek már! Isten áldja magikat!
ugyan elviszi ezt a pénzt az öregnek? Ugyan már hozzá se engednének. Meg aztán még se lehet ott náluk. Inkább veszek rajta a bárányokat. Ennek a nyomorult leánykának nagyobb szüksége van rá. Mind a kettő. És tehát te üzent valamit? Üzen, persze, hát hogy ne üzent volna? Hát azt üzente, hogy viselj jól magad. Meg ügyelj a kecskékre, meg hogy ügyes voltál azokkal a bőrökkel. Azt is mondtam? Azt is hát mondtam. És mondja már, mikor jön haza? Tudod, 5 esztendő az nem nagyon kevés. De lehet, hogy hamarabb. Lehet? Lehet, hát lehet. És mondja már, be van zárva igazán? Be. Bezárva? Ketrecbe? Olva? Jaj, hallod már, hát az ember nem állat. Egy nagy házban laknak, ahol sokan vannak olyanok, mint ő, meg dolgoznak, és a kertben, meg ahol kell. Értem. Na. Jó van itt. Jó lesz. Ne félj, Leánka. Hazajön a te apád is. Ne. És te meg álljon, Leánka. Az Isten fizesse meg. Köszönöm szépen! Meg korán kell szegény kérni, azt mondja, meg fát!
nekem? Mert azt mertem mondani, hogy legalább egy kosarat fonat adna veled jó küldetőnek, hogy ugye ingyen bele maradjon már a sok minden, amit oda hord! De úgy bizony! Erre jártam. Ide fönt. Kaszáltam. Megnéztem az állatokat is. Szépek. Valami baj van? Hívtam én magát. Magát meg azt a másikat. Kértem én, hogy dolgozzanak, hogy elhozzák az ételt a gyerekeikkel. Valaki mondott neked valamit ott lent, mi? Azt mondták, hogy koldus vagyok. Hogy én elcsalom magukat az asszonyait mellől, mert nem akarok dolgozni azért. Nem akarok, hogy utána kiabáljanak azok ott lent. Nem akarok tartozni senkinek. Megfizetek mindent. Ott vannak a kecskék, a bárányok, a koszorok. Vigyék őket! Asszony. Istenit apítam fejednek. Csúffá tett a világ előtt, egy gyermek előtt. Megölöm! Megölöm! Na! Kész még! Élek hát. Mi van? Semmi, csak egy kis bogár megpiszott. Szóval ki az a sok állat odafő? 1, 2, 3, 4, 5... 6. Plusz a kecskék. A házon túl van egy őz is a fiával. S ha jól megnézi, szarvast is talál. Te nem tudod, hogy tilos a legeltetés? Micsoda tilos? Az erdő a várói, hallod-e? Kértél rá engedélyt valakitől? Kitől kérjek? Tőlem. Na. Mit adsz, ha megengedem? A szarvasok mit adnak? Meg az őze! Nyelved az van, azt látom. Na ide figyelj! Egész télen át csapdásszál le, én nem szóltam semmit. Ezen túl minden harmadik bőrt leadod nekem. Bárányokból meg össze kettőt elviszik. Csak az csapdázik, és az legeltet, akinek én megengedem. Te lehet rócsokra is. Nem adom a bárányokat. Magának nem adok semmit. Hallja, semmit! Nem adod? Hát, ha elviszem az összes estéket, és kikergetlek a házból, mi? Ki engedte meg, hogy ide költözzetek? Mi? Tehát te küldte a bárányokat, és én nem adom. A véggyilkos? De hogy küldte, jó helyen van, az ne félj, onnan nem küldte meg bárányokat. Ki mondta, hogy ő? Az a Dumitru bácsi. Ő járt át, én ám magam. Á, járt itt felét. Vásárol járt, az te buta. A pénzből, amit adtál neki, azon vette a bárányokat, meg a kecskéket. Miből volt a pénz? Nyersbőrömből, ugye? Kiengedte meg a csapdázzal, elvetném az összes állatot, ha akarnám. Döntsd el, te más kapsz, ér. Akkor ön is járt át ének. Nem adta át neki a pénzt. Az üzenetet sem mondhatta el. És amiket mondott, az mind hazugság volt. Tehát te üzenete hazugság volt. Itt minden, minden hazugság. A jövőkhoz kiválasztom őket. Mind vigyel őket, hallja? Mind vigyel, egy se kell! Kettőt vissza! Mind vigyel őket, hallja? Egy se kell! Egy se! Egy se maradjon, egy se! Egy halott ember fekszik oda lenn a pataknál. És veled? Jószúrnak hívják, lentről való. Tudtad, hogy ott fekszik? Tudtam. Honnan? Megmondta a cigány asszony, oda lent disznajon. Azt honnan tudta? A tenyeremből. Jó asszony! A te urat fekszik ott lenne a hóban. Este óta keresem mindenük. Én Istenem, mi van vele? Megfagyott az éjjel, meghalt. Istenem, én jó Istenem. Szánkóban majd hazaviszik. Ez az oka, ez a dög, ez az átkozott dög. Miatt a kellett elpusztulni, hogy menjen meg az Isten!
Most nem viszünk be. Én... Akarsz mondani valamit? Nem csak... Csak mi? Mondja, hogy lehet, hogy csak azért, mert boszorkány vagyok, meghalnak az emberek. Hogy boszorkány vagy babám, azt elhisz. De attól még nem hal meg senki. Ez biztos? Ó, biztos. Egyik késtől... Másik akkor. De a homlokomon! A homlokomon nem látják? Mit lelkem? A jelek itt! Ki mondott neked ilyeneket, mi? Az a cigányasszony. Fogd be a szád! Ne hallgass a vénasszonyokra. Én pedig nyomorúságban vagy úgyis. A Sándor Ignác meg a késtől. Ismerted? Csak szerettem. De csak úgy! Negyed napja késztúrtak beléje. Tegnap előtt temették. Ismerted szóval? Igen. Azt mikor látod utoljára? Éjszaka. 4 nappal ezelőtt. Igen, 4 napja. Csütörtök éjszaka? Korán kezdve. Éjszaka. Hajnalodott, amikor elmesz. Szerintem! Csodjegyen! Honnan? Tőle. Akkor te vagy az, aki ezt utolsónak látta. Aki velem alszik, az meghal. Ismersz valakit, aki a haragosa volt? Nem. Nem tudok senkit. Kell lesz, majd feljövünk érte. Indulás! Jó. Jönnek a juhaid? Jó lesznek. Össze nem itt kéne már, hogy legyenek. Hozd le őket. Igen. Adnak tejet, kecskék? 2 kupával fejek naponta. Miért nem jössz le soha? Nehéz volna. Natu meghalt. Ki? A Sándor Ignác. Ja, értem. Tudom. Itt volt. Elhozott 2 bárányt és itt volt. Valami volt abban az éjszakában. Nagyon furcsa éjszaka volt. Én éreztem, hogy van benne valami, és ezért nem aludtam tovább. De ő aludt. Aztán, amikor elment, még csillagok voltak az égen. Itt ment lefele. Én voltam az utolsó, aki láttam, azt mondta a csendőr. Nem te voltál, aki a kést fogta, az volt. Igen, a kés. Aztán az a cigányasszony belenézett a tenyerembe a vásáron, és azt mondta, hogy az ágyamban a halál lakik. Mert boszorkány vagyok, azt mondta. Homlokomon a jel, azt mondta. Cigányasszony, ki volt az? Aki jövendőt mond. És akkor már tudtam, hogy ezért történt. Pár nap múlva jött az a másik, részeg volt, mint egy disznó. Egy disznó nem is lehet olyan részeg, mint ez a disznó. A ruhámat is letépte. Nem láttam volna, ha meghal, érti? De aztán meghalt. Pedig késse sem volt, csak meghalt. Mert itt a jel a homlokomon. Ugye cigányét illeti, fecseknek azok nagyon sokat. De tudnak olyat is, amit mások nem. Titkos dolgokat tudnak. Isten veled, lányka. Ne sokat gondolkozz el. És ettől még lejöhetsz. Belenéztem a kezedbe. Tudtam. Így volt megírva. Ne itt, hogy ilyen öreg voltam mindig is csúnya, mint most. Én is voltam szép és fiatal. Az emberek megfordultak utánam, és szépeket mondtak, és fölbevalót ígértek. És ez is láncot a nyakamba. Aztán egy este rám jöttek, lent a füzesben 3-an. Cigánylány mondták! Senki rongya! Már nem mondtak szépeket, és nem ígértek ezüst láncot. Csak megfogtak, letépték a ruhámat. Cigánylány mondták! És röhögtek, amikor sírtam, és leköptek utána. Gyűlöltem őket, valamennyit, a kalokat, a veszetteket, a piszkosokat! Hogy gyűlöltem őket? Minden évben egy gyereket szültem. A falu gyerekei voltak. Az asszonyok leköptek,
A férfiak kiröhögtek, a gyerekek rendre, lerágták rólam a húst. Gyűlöltem, gyűlöltem valamennyit, de tenni semmit nem tudtam, érted? Öreg lettem és csúnya. A gyerekek elhagytak, megdobáltak kővel. A férfiak belém rúgtak. Az asszonyok rábuszították a kutyákat. Boszorkány vagy, mondták. Ha igazán az lettem volna, jaj lett volna nekik ezerszer. Lenyúzni csontjukról a húst, vérüket venni, megkötni a lelküket, az eszüket. De te, lány, amikor belenéztem a kezedbe, tudtam. Te vagy az, aki megbosszulod, amit elkövettek ellenem a gazok, az osmányok, a disznók. Boszorkány vagy, lány! Aki téged megkíván, a halált kívánja meg. Tűzben születtél, és tűz emészti el a testedet is. Te vagy az erdő tüzes féliuma. A halál lakik az ágyadban, a testedben, az alkonyodon. Nem tehetsz róla. Jó vagy, szerint. Most megyek. Én felállni jöttem, mert te kérdeztél. Bárcsak pusztulnék-e? Őzike! Őzike! Gyere ide hozzám! Gyere ide, Őz! Ide egészen hozzám! És ide jössz, kicsi Őz! Gyere velem, Őz! Gyere velem! Nem akarsz? Na mi az? És nem tudtam, hogy mi az, amire vártam. De vártam és vártam, reggel
mindig és mindig. És akkor azt éreztem, hogy fel kell jönnöm ide. Hogy azért éltem eddig, hogy ide feljöttes. Érted? És téged találnak itt. Ez nem lehet véletlen. Így kellett legyen. Nem lehetett másképp. Így kellett legyen. De ha te meghalsz, én is meghalok. Nem vagyok ez soha-soha, érted? Mintha örökké így éltünk volna, itt ketten. De most haza kell mennem. Miért? Mert az enyém az erdő, aztán ennivalónk sincs. Akkor veled megyek! Azt nem lehet. Miért? Mert nem lehet. Mikor? Mikor? Mához egy hét. Ide föl? Ide föl. Mához egy hét. Esni fog az eső. Kabát lesz rajtad. Van egy kabátod is, amit esőben hordasz. Van. Szürke. Szürke? Honnan tudod? Mondtam már, hogy boszorkány vagyok. Láttalak jönni, és most már biztosan tudom, hogy visszatérsz. Még nem történik semmi. Már megint a halálra gondolsz? Mindig, folyton, rettenetes ez. Ne aggódj. Mi éltettünk, nem hallunk olyan tőle. Éltető, azt mondtad? Úgy. Éltető. Az az uraság, akit az erdő királyának mondanak. Hát az apa. Mi a neve? Gáspár. Most menj. Valaki vár rád jó hírrel. Menj! És mához egy hét! Valaki beköltözött a házba! Megálljatok azt a vitam, hogy ki engedte ezt meg nektek! Kik vagytok, hé? Már urad is van! Hol az urad? Alszik! Hogy mehetetek ki? Hallgatom, beszélj! Mondtam már, hogy alszik. Az urattal akarok beszélni! Gyere be! Hajnalodta vár! Vártatok! Csak én vártalak, tudtam, hogy jössz. Ott alszik bent. Az ágyakban mi? A disznó, biztos, kisteretek! Mitru bácsi! Egy kis prustukra csak lerül. Én azt ne féljen. Pálinkával nem is kínálom, de tán üljön le ide ki. Csak nem megy így el innen, Mikru bácsi. Tegnap előtt jött fel az úrfi? Igen. Merről? Fileházán keresztül, a Görgényi pályon. Aztán a vadászathoz. Nem lesz? Holnap már elmegy. Fileházára rendelte a hintót. Holnap. Sárgy. Asszony. Isten vele, Mitru bácsi! Mit mondasz? Nem találta meg a farkast. Nagy tudod. Várjon csak! Nincsenek ott sziklák a közelben? Hő, sziklák? Vannak hát. Két szikla közül egy szakadékba van beesve. Valami bokorálti a hasadékból, azt akarja el. Attól nem találta meg. Honnan? Menjen vissza Dumitru bácsi, és meglátja, hogy igazat mondok. Sovány a farkas, és nem is nagy. A hasán véres. Hát úgy is van. Kis nőstény farkas volt, sovány mert szoptatós. Hasba kapta a lövést, megbucskázott, aztán tovább ment. Ott van a hasadékban. Járnálok, megtalált. Nem. Hát? Menjen vissza, mert ott van. A fehér pacsonkot keresse nagy lyukakkal. Attól nem messze van a hasadék is. Egy bokoráki belőle, én azt hiszem, hogy bodza. Honnan tudod? Honnan?
Honnan tudod? Nem tudom, Dumitru bácsi, nem tudom. Ismerem őket. Rekerre már ott lesznek, ahol az őznek legelnek, meg itt is volt egy. Aztán éjszakára hozzám légy, ne? Nem, megyek, amíg tart a hold. De a komárnyikor van egy leány. Tudom. Úgy. Rossz vége lesz. Mi? Rossz vége lesz. Ha miért? Rá van írva a homlokára. Ha látta... Az úr szeretője jó sor. Te nem itt? Ha? Hát ez nem szerető. Hátás! Úgy! Becsületes. Egész. Egész asszony. Ez nem úrnak való. Ha? Vigyázni kell. Rossz vége. Én tudom. Hát, azért. A jel, a homlokán. Én tudom. Az hát. Na. Isten segítsen. Na, Isten segítsen. Szép volt, de sehol nem volt annyira szép, mint itt. Majd elmondja azt a sok szépet, amit látott, igaz? És amíg mondja, látni fogom én is. Hát, nem tudom. Lehet, hogy neked nem lenne annyira szép. Na, de gyere már ide. Te se felhozzák a holmimat. Legalább 2 hetet maradok, te meg még meg sem öleltél. Na! Ne szorítson így, Gáspár! És mit kéne? Vigyázzon, vigyázzon! Nem szabad. De csak nem. Igen, Gáspár. Hát én észre sem. Én azt hittem, a ruhád olyan furcsa. És így persze akkor... Nem lehet. Hová gondol? Nem lehet. Érzi? Ér. Ver a kicsi szíve. Néha még rúg is. Rúg? De még hogy? Megkaptál mindent, amit az ősszel küldtek? Fokrócokat, mindent? Meg, hogy nem? Jó, én most elmegyek. Láttam egy szép bakot kint az őszön, sötétedés után jövök. De mi se szik? Hát most nem. Bor, pálinka, ilyesmi persze nincs, ugye? Nincs. Hát majd estére lesz. Mit is mondtál, hogy hívd meg téged? Igen. Tündér. Boszorkány. Na jó, de az igaz. Nucca. Köszönöm. Jól van, Nucca. Ha az öreg Iván jön, mondd meg neki, hogy hol. Csomagoljatok, rendezkedjetek be. Iván valahol elhállhat reggel, így parancsai lesznek a számára.
Segíthetek valamit, Iván bács? Hát, ezeket itt mi? Majd mit be? Ezt mind? Hát, az mi kérelem? Azt is mondta, hogy gyújtsunk be estére. Na ugye, tudom én azt. Ismerem már a szokásaikat. Yeah. Iván bácsi. Na. Nem vett észre valamit? Micsodát? Hát, hogy más lett. Ja. Tudod, az úr, ameddig még gyerek, amíg nem nagyon veszed észre, már azt, hogy úr, az később jön. Ezt tudni kell. Én ezt már ismerem, ezt tudni kell. De az nem lehet, hogy egy olyan úrféle ember olyannál legyen újra. Nem azt mondja, olyan nincs. Ha egyszer úr, akkor úr, abból nincs visszatérés. Ezen nem segíthet senki. Nem tehetsz róla, te sem. Ő sem. Ó, na. Ennyi az egész. Na. Megyek, vérekeztem az állatokat. Csukd be.